Az újvárosi nyári táborok sorában ezúttal egy kistérségi táborba látogattunk. Volt ott minden, elsősorban napfény, víz, jókedv bőséggel, és ami mindezt lehetővé tette, a szervezők ezúttal is kimagasló, áldozatkész előkészítő munkája. Napfény, meleg és strand, egy szóval kíméletlenül kitört a nyár. A központi iskola nevelőinek segítségével a városunk gyermekei pedig sporttáborban vehetnek részt. A talán picikét kérdezzük meg a szakértőket. Tanárnő, hogyan van az? Egész évben a gyermekek nyomják az iskolapadot. Alig várják, hogy kitörjön a szünidő, ezek után pedig azt várjuk el tőlük, hogy egy iskolai szervezésű sporttáborban vegyenek részt? Így van, hiszen nagyon szívesen jöttek a sporttáborunkba. Ezt a sporttábort a kistérségi többcélú társulásra nyújtotta be. Takács Erika által történt ez a pályázat, amire a mi központi általános iskola 5 nevelője pozitívan reagált, és örült, hogy egy ilyenben részt vehet. Arra gondoltunk, hogy pontosan az iskolában eltöltött hosszú időszak után egy kis sport, egy kis mozgás a nyári időszakban jó tesz a gyerekeknek, nem kell a tévé előtt vagy a videó előtt ülniük és azzal tölteniük az időt, úgyhogy nagyon szívesen jöttek, 25 fővel indult a sport táborunk, és a Balmazújváros sport létesítményeit céloztuk meg. Voltunk, minden nap kijövünk ide a strandra, strandolunk, aztán voltunk a Relax klubba, ott a gyerekek teniszeztek, a lábtangóztak, és a fitball, labdával vidáman edzettek, és ilyen sportjátékokat játszottak. Aztán voltunk a Balmaz Hotelben, ott pedig a boldingozás nehézségeit, illetve örömeit élték át. Nagyon szerették, több alkalommal is voltunk, és szívesen kérték, és várták, hogy jöjjünk ide is el. Milyen forrásokból valósult ez meg? Pályázat útján, de is volt egy bizonyos önrész is, amellyel a szülők járultak hozzá, hogy a gyerekeik jól érezzék magukat. A gyermekek milyen ellátásban részesülnek? Minden nap meleg ebédet kapnak, és ahogy tulajdonképpen a pénzünkből engedi, fagylaltozással és ügyességi játékokban részvétel után pedig oklevelek átadásával jutalmazzuk a gyerekeket. Hogyan zajlik egy nap? Reggel gyülekező, találkozó, aztán? Így van, például ma reggel minden nap 8 órakor gyülekezünk az iskolánkban, ott egy kis játék, összevárjuk egymást, és aztán a napi programtól függően, illetve az időjárásról, de hál' Istennek eddig mindig jó időnk volt, mint ma is például fürdőzni jöttünk ki, ma délben, mikor végzünk, akkor visszamegyünk az iskolába, megebédelünk, aztán pedig a mai napon például egy ilyen egészségügyi vetélkedőt szerveztünk, mert védőnünk is egész héten velünk van, Kerekes Sarolta, és ő által a különböző vetélkedőkön ajándékokat kapva vesznek részt a gyerekek. Tehát ilyen vidám, ügyességi és elméleti oktatásban is részesülnek. Milyen a gyerekek hangulata, milyen a gyerekek hozzáállása? Rájuk kell nézni, vidámak, este a szülők elmondása szerint nem kell ringatni őket, elalszanak, egész nap kifáradnak, vidámak vannak, és barátságokat kötnek, mert több osztályból is, és más iskolákból is vannak diákjaink. Tehát jól érzik magukat, és elégedettek vagyunk, illetve ők is a táborral. Ez az első alkalommal került megrendezésre. Lesz jövőre is sporttábor? Igen. Hát az attól függ, hogy a pályázatok hogy alakulnak, mi szívesen nézünk elébe. Mi tetszik a legjobban a táborban? Hát nekem az a legjobb, hogy találkozhatom az osztálytársaimmal,
És a bowlingozás is nagyon jó, meg a fürdőzés is. Miket játszotok itt kint a strandon? Hát fogocskázunk a víz alatt, hát ilyen szokásosokat. Milyen érzés a tanáraiddal, nevelőiddel tanálkozni így a szünidőben, amikor éppen nincsen iskola? Hát nagyon jó. Szereted tanálni, tanár bácsit? Igen. A bowlingozás és a fürdőzés. A kezdetektől itt vagy a táborban? Igen. Igen? Igen. Na vigyelj, milyen lett a bizonyítvány? Jó lett. Akkor ezt mondhatjuk, hogy számodra egy kis jutalom is? Igen. És ez motivál is téged arra, hogy majd jövőre még jobban tanuljál? Igenis, meg nem is. Igenis, meg nem is. Ez pontosan mit jelent? Ez fejtsd ki nekem picikét bővebben. Igen. Születnek itt új barátságok? Találkoztál új cimborákkal? Hát igen, a negyedikesekkel, de jó barátok vagyunk, még így is. Kikkel jó barátkozni, a harmadikosokkal, negyedikesekkel, vagy inkább az idősebb korosztállyal, itt kint a táborban? A harmadikosokkal, a barátaimmal. Miért pont a harmadikosokkal? Negyedikesek olyan undokok, vagy miért? Hát nem szoktak velünk játszani, de azért mókások. Mókások? Hát pontosan miben nyilvánul meg? Hanem olyan vicceseket beszélnek, meg nevetetnek, olyanokon. Milyen a strand? Szuper! Milyen a tábor? Jó! Milyen a kaja? Azt én nem eszem. Már otthonul eszem. Hazamegyek enni. Jössz jövőre is? Igen. Milyen itt lenni? Jó. Bővebben? Hát jó itt lenni a fürdőben, meg a táborban is. Miért döntöttél úgy? Anyukáig beszéltek rá, vagy inkább a barátok, hogy részt veszel egy ilyen táborban? Hiszen ez most az első ebben az évben. Hát inkább a barátok. Mi a jó ebben igazából? Hát az, hogy sok helyre megyünk, meg ilyenek. Mi tetszett a legjobban? Sokan mondták a bowlingot. Te például szeretsz bowlingozni, az miért jó? Hát, eldöltjük a bábukat, meg ilyen. És hány bábut sikerül eldölteni neked? Sokat. Mi a nehezebb? A fiúkat eldölteni a vízben, vagy inkább a bowlingpályán a bábukat? A bowlingpályán a bábukat. Vagy a fiúkat, ami...